Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel, Frici, Veszprém Fajsz határából. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Veszprém Fajsz határában, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit konkrétan innen Veszprém Fajsz határából indítok. Tartsatok velem, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki a környezet. Amúgy arrafelé halad a piros sáv túraútvonal egészen Palóznakig, tehát abba az irányba halad a piros sáv túraútvonal egészen Palóznakig konkrétan, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És most meg fogok nektek mutatni valamit itt Veszprém Fajszon, amit már szerintem már egyszer már megmutattam valamikor tavaly vagy tavaly előtt, mert nyilván ezt már egyszer megmutattam néktek, amikor itt jártam, most újra megmutatom, és ez nem más, mint a Veszprém Fajszi Kálvária, igen, egy újabb Kálváriát fogok néktek megmutatni, ezúttal itt Veszprém Fajszon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És majd arrafelé fogok elindulni, mert arrafelé található a Veszprém Fajszi Kálvária, amit meg fogok néktek mutatni ebben a videóban. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel, de még akkor egy kis körültekintés. Tehát egy kis körültekintés, így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Ugye abba az irányba halad a piros sáv túraútvonal egészen Palóznakig, az konkrétan arra felé halad, tehát abba az irányba, és akkor így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát eléggé ilyen borongós, szomorkás időjárásunk van megint, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát így néz ki innen a kilátás, innen a Veszprém Fajsz Kálváriának a oldalából tulajdonképpen, tehát így néz ki a kilátás. Amúgy ott halad lent a 73-as számú főút, az konkrétan ott halad lent, és akkor így néz ki a táj, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor meg is mutatom néktek, ugye amiről beszéltem, hogy itt Veszprém Fajszon is található egy kálvária, méghozzá egy nagyon szép kálvária található itt Veszprém Fajszon, és akkor ezt fogom nektek most megmutatni ebben az újabb videómban, tartsatok velem, és akkor szépen elindulok arrafelé, ma arrafelé van a Veszprém Fajszi kálvária, tartsatok velem. És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már is indultam a Veszprém Fajszi Kálvária felé, amit meg fogok nektek mutatni ebben a videóban, hogy hogy is néz ki. Remélem, hogy velem fogtok tartani ebben a kis rövidke videóban, ami szerintem nem is lesz olyan rövidke, a szerény véleményem szerint. És akkor ugye itt halad ugye a piros sáv túraútvonal, tehát itt halad a piros sáv túraútvonal, konkrétan az a piros sáv túraútvonal halad itt, ami Palóznak és Veszprém közt található, igen, Palóznak és Veszprém között is található egy piros sáv túraútvonal, ami ugye érinti Veszprém Fajszt is konkrétan, és elmegy itt a Veszprém Fajszi Kálvária mellett, ez a bizonyos piros sáv túraútvonal, amin most is éppen sétálok. Hát lányok és fiúk, és akkor mindjárt meg is mutatom néktek a Veszprém Fajszi Kálváriát,
hogy is néz ki, hiszen ugye a csütörtöki napon, tehát tegnap előtt, ugye Tihanyban jártam. Hát azok a videók már természetesen megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon, és azokban a videókban is, az egyikben megmutattam néktek, hogy hogy néz ki a Tihanyi Kálvária. Tehát az egyik videóban azt meg is mutattam néktek, hogy konkrétan a Tihanyi Kálvária hogy néz ki. Nézzétek meg a csütörtökön készült videókat is, köszönöm szépen, azok már megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, és akkor ugye itt vagyok Veszprémfajszon, tehát ez itt előttem már Veszprémfajsz, ami itt előttem van, tehát az ott már Veszprémfajsz konkrétan, hát konkrétan ott van a polgármesteri hivatal, tehát az a Veszprémfajszi polgármesteri hivatal, ami konkrétan ott látható, tehát az a Veszprémfajszi polgármesteri hivatal, ugye ott van az autóbuszforduló, tehát ott van az autóbuszforduló, ott fordulnak meg az autóbuszok, és akkor itt van tőlem balkézre a Veszprémfajszi Kálvária, amit mindjárt meg is mutatok néktek, tehát ez itt ugye Veszprémfajsz, hát ez az út, ez konkrétan bevisz Veszprémfajszra, hát Veszprémfajsz konkrétan itt van előttem, ahogy látható ezen a felvételen, és ott van ugye a polgármesteri hivatal, tehát az a Veszprémfajszi polgármesteri hivatal, és innen indul ki a piros keresztúra útvonal is, tehát innen indul ki a piros keresztúra útvonal, ami ugye a Koloska völgyig tart, méghozzá a Koloska völgyi forrásig tart konkrétan a piros keresztúra útvonal, ami innen indul ki, innen a Veszprémfajszi polgármesteri hivatal elől, és akkor mutatom nektek a lényeget, amiért valójában itt vagyok, és akkor itt van tőlem balra a Veszprémfajszi Kálvária, tehát az itt van már, tehát ez itt maga a Veszprémfajszi Kálvária, tehát itt lehet szépen fölmenni a Veszprémfajszi Kálvária dombra, tehát itt lehet fölmenni, és akkor mutatom nektek, hogy melyik irányból jövök, ezt most megmutatom. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát ott kezdtem ezt a videót, ott kint a mezőn, ugye arrafelé halad a piros sáv túraútvonal, egészen Palóznakig, tehát arrafelé halad a piros sáv túraútvonal, egészen Palóznakig, és akkor megmutatom néktek, hogy hogy néz ki a Veszprémfajszi Kálvária, tartsatok velem, és akkor már meg is mutatom néktek, hát nem szaporítom tovább a szót, illetve nem húzom tovább az időt, és akkor szépen megmutatom néktek, hogy hogy néz ki a Veszprémfajszi Kálvária. Hát konkrétan már itt is vagyunk, tehát ez itt már a Veszprémfajszi Kálvária tulajdonképpen, ahol már most éppen elkezdtem gyalogolni fölfelé, a Kálvária domb felé. És akkor ezt így szépen megmutatom néktek ebben a videóban, hogy hogy néz ki a Veszprémfajszi Kálvária. Ugye itt az első állomás, tehát itt látható az első állomás, ugye Jézust itt halálra ítélik, tehát Jézust itt konkrétan halálra ítélik, ez mutassa be, tehát ezt mutassa be ez a, van egy kis ikon is felfestve, tehát ott vannak ilyen ikonok, vannak itt felfestve tulajdonképpen, tehát ilyen ikonok vannak, és akkor ez ugye az első állomás, ugye, igen, a Pilátus halálra ítélte ugye Jézust, és akkor haladunk tovább itt a Veszprémfajszi Kálvárián, és akkor itt haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, és itt van a második állomás, ugye, íme, hát Jézus vállára veszi a keresztet, az konkrétan ezt mutassa be, itt is ilyen kis ikonszerűség van, tehát ott ilyen kis ikonok vannak felfestve, de szép kis ikonok vannak, szép kis színes ikonok vannak. Amúgy nagyon szép ez a Veszprémfajszi Kálvária, és akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a Veszprémfajszi Kálváriának a úgymond megmutatását, bemutatását, és akkor itt is, itt van egy újabb állomás, Jézus ugye először esik el a kereszttel,
ez ezt mutatja be. Itt is ilyen színes kis ikon van természetesen, ilyen színes kis ikonok vannak, és akkor szépen haladunk fölfelé, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor ez itt ugye a Veszprémfajszi Kálvária tulajdonképpen, ahol most éppen sétálok. Ugye megnéztünk ezt is, itt van ugye a következő állomás, Jézus találkozik Szent Anyjával, ugye, Szűz Máriával, ugye, itt van, ez ezt mutatja be, tehát konkrétan ez ezt mutatja be, és akkor haladunk tovább. Hát valahogy, amúgy, ahogy mondottam, nagyon szép ez a kálvária. Hát szerintem a legszebb kálvária az ez, ez a Veszprémfajszi. Még a Tihanyi se csúnya, tehát ha maradjunk annyiban, a Tihanyi kálvária is tök jól néz ki, meg a Palóznak is. És akkor itt van még egy állomás. Kelnei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet. Ez ugye azt mutatja be, ez a ott is ilyen kis színes ikon van, ott felfestve. És akkor szépen haladunk tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És ugye itt vagyok ugye a Veszprémfajszi Kálváriánál. És akkor itt ezt szépen bejárom és megmutatom néktek, hogy hogy is néz ki. És akkor itt vagyunk egy újabb állomás, ugye? Veronika megtörli Jézus arcát, ugye? Ez ezt mutatja be, ez az állomás. Hát ez ezt mutatja be. Itt is ilyen színes ikon van. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor így szépen lassacskán meg is érkezünk majd a Kálvária domb tetejére, itt Veszprémfajszon. És akkor itt van egy újabb állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel, tehát az itt van, ezt mutatja be. Itt is ilyen szép színes ikon található, ott bent, tehát ez ezt mutatja be. És akkor szépen haladunk tovább a Veszprémfajszi Kálváriánál. És hogy láthassátok, ugye egyfolytában dombnak mászok, ugye ez itt a Veszprémfajszi Kálvária domb tulajdonképpen. És akkor itt van egy újabb állomás. Igen, Jézus találkozik a milyen asszonyokkal? A síró asszonyokkal. Tehát az ezt mutatja be. Ez mutatja be. És tekintsünk vissza egy kicsit. Nézzünk vissza is egy kicsit, hát így néz ki a környezet. Ugye onnan jövök fölfelé, ugye szépen haladok fölfelé, ahogy látható ezen a felvételen. Ugye ott van lent Veszprémfajsz, tehát az ott lent Veszprémfajsz, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Amúgy nagyon szép ez a vidék, nem mellesleg. Itt van a vízműnek egy vétterülete. Tehát itt van a vízműnek egy védterülete, és akkor én haladok tovább arra fölfelé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor mászok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És itt van egy újabb állomás. Igen, Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Ez konkrétan ezt mutatja be. Itt is ilyen szép színes ikon van, ott bent. Tehát ott bent ilyen szép színes ikon van, és akkor haladunk tovább. Haladok tovább, akarom mondani, és lassacskán majd fölérünk a Kálvária domb tetejére, ahonnan nagyon szép kilátás lesz. Igaz, most párás a levegő, tehát nagyon messzire nem fogok ellátni, meg ti se fogtok ellátni. És akkor itt van egy újabb állomás. Jézust megfosztják a ruháitól. Ez ezt mutatja be, egy újabb állomás. Közben ilyen padok is vannak itten. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát folytatom tovább. Itt a Veszprémfajszi Kálváriának a megmutatását, illetve bemutatását. És akkor itt van egy újabb állomás, Jézust keresztre szegezik. Ennek ez a címe. Itt is ilyen színes ikon, tehát ott Jézust keresztre szegezik. Hát lányok és fiúk, ugye
egy ilyen kálvári, hogy nagyon szomorú történetet mutat be, mert tényleg, és akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, itt a Kálvárián, Veszprém Fajszi Kálvária, és akkor Jézus meghal a kereszten, ez ezt mutatja be, és akkor van még két állomás, és akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És ugye itt van fönt a Kálvária, maga a feszület. Jézust leveszik a keresztről. Ez ezt mutatja be. És jön az utolsó, a 14. állomás. Hát lányok és fiúk, közben föl is értünk a Kálvária domb tetejére. Ezt már egyik alkalommal megmutattam néktek, hogy hogy néz ki. Még valamikor tavaly Jézus Szent Anyja ölében ennyi. A képeket készítette Enyingi Mihály 2020-ban. Azokat a képeket, amik ott fel vannak festve, amik bemutassák magát a Jézus Kálváriáját. És akkor valójában itt vagyunk fönt a Veszprém Fajszi Kálvária dombon, és ugye itt látható maga ugye a feszület, tehát itt látható, ahogy láthassátok ezzel a felvételen, íme. Hát lányok és fiúk, följöttünk ide a Veszprém Fajszi Kálvária domb tetejére, és ez így néz ki. És akkor egy kis tájat is mutatok, ezt nézzétek. Milyen szép ez a vidék, még ebbe a párás, parátságtalan szürke időben is. Ezt nézzétek, milyen jó néz ki. Amúgy nagyon szép ez a vidék, gyerekek, ahogy láthassátok ezzel a felvételen. Ugye, így néz ki. Ott lent természetesen Veszprém Fajsz látható, tehát az ott lent Veszprém Fajsz. És ugye ott jöttem föl végig. A szélzai elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy szélzajosak vagyunk, és akkor így néz ki a táj innen fentről nézve. Amúgy jó hideg szél fúj, nem mellesleg. És akkor így néz ki a táj. Íme. És akkor itt van maga ugye a feszület, ami vörös homokkőből van. Természetesen. Ugye itt van maga a Kálvária. Itt van maga a Veszprém Fajszi Kálvária, az így néz ki. Hát a Tihanyival igencsak vetekedik, mert a Tihanyi Kálvária is nagyon szép, de ez a Veszprém Fajsz is egy csúnya, sőt, én azt mondom, hogy ez a Veszprém Fajszi összesítve szerintem szebb, mint a Tihanyi Kálvária, legalábbis a környezet az mindenképpen, tehát így néz ki maga a Veszprém Fajszi Kálvária. És ezt már ugye megmutattam néktek valamikor tavaly ősszel, mert tavaly ősszel ugye jártam itten, és akkor is készítettem videót, és akkor én ezt megmutattam már nektek, de most úgy gondoltam, hogy eljövök ide újra, és újra megmutatom így a advent hetében, ugye advent hete van, hamarosan gyújtsunk a harmadik gyertyát, konkrétan holnap, ugye holnap fogjuk gyújtani a harmadik adventi gyertyát, és én úgy gondoltam, hogy akkor eljövök ide Veszprém Fajszra, és akkor megmutatom néktek ebből az alkalomból a Kálváriát, a Veszprém Fajszi Kálváriát. És akkor valójában ennyi is lett volna a Veszprém Fajszi Kálváriának a úgymond bemutatása, és akkor folytatom egy kicsit tovább itt a én kis sétámat. Közben van itt egy kiszögelési pont, tehát közben van itt egy kiszögelési pont is, itt fönn a domb tetején, itt a Kálvária domb tetején, tehát itt van egy kiszögelési pont is, ahogy láthassátok, íme, itt van ugye a csúcsot jelző úgymond kő, tehát itt van a csúcsot jelző kő, vagy éppen kiszögelési pont, ezt nézzétek. Hát ez itt ennek a dombnak a csúcsát ez a kő jelzi, ahogy látható ezen a felvételen, 1962,
Tehát 1962-be helyezték ezt ide, tehát ezt 1962-be helyezték ide, ezt a követ, ezt a kiszögelési pontot, vagy csúcsot jelző követ, kinek hogy tetszik. Tehát ezt 1962-be helyezték ide, ami itt látható ezen a felvételen, és akkor innen a kilátás az egész jó. Ezt így meg is mutatom néktek, ezt nézzétek, milyen jó néz ki a környezet, nagyon szép ez a vidék, ezt nézzétek, tök jó néz ki. Itt van lent ugye Veszprém Fajsz, tehát itt van lent Veszprém Fajsz, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. És itt vagyunk ugye a Veszprém Fajszi Kálvária dombon, és ez így néz ki a környezet, íme. Hát eléggé párás időnk van, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg baromi párás időnk van, mert tényleg baromi párás a levegő, de azért még mindig jobb, mintha köd lenne. És akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Amúgy ott lent látszik a Balaton is, tehát ott lent látható a Balaton is, tehát arra felé, ha elnézünk, én látom szabad szemmel a Balatont is, tehát arra felé látható a Balaton is. De ezt ti természetesen nem láthassátok a széles látószögvéget, de higgyétek el, hogy ott van a Balaton. És amúgy arra felé van Balatonfüred, tehát abba az irányba van Balatonfüred, tehát arra felé van Balatonfüred, és akkor így néz ki a környezet. Ugye abba az irányba van Csopak, tehát arra felé van Csopak, és akkor így néz ki a táj. Ugye, ha abba az irányba elnézünk, arra felé van Felsőőrs, illetve Alsóőrs is, tehát az konkrétan arra felé van, tehát az abba az irányba van. És akkor ezt így meg is mutatom nektek, ha már fölmásztam ide, hogy milyen is innen a kilátás. Tudom, hogy túl sok minden nem látszik belőle, hát ebben én tisztában vagyok természetesen, hogy túl sok minden nem látható belőle, de így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát igaz, jobb lenne ide tavasszal feljönni, amikor ugye sokkal a szebb idő van, és a táj is más arcát mutatja, de így sem rossz, ahogy látható ezen a felvételen. Ezt nézzétek, így néz ki a környezet, ahogy láthatjátok ezen a felvételen. Hát jó, most a látótávolság nem olyan túl nagy, ugye a pára véget, meg eléggé esőre is áll az idő, az az igazság, és ugye a látás egy kicsit korlátozva van, de így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. Hát így néz ki a környezet, íme. Hát így néz ki, íme. És akkor van itt egy ilyen esőbeállószerűség is, tehát itt van egy ilyen esőbeálló is, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és így néz ki maga a táj, ahogy láthassátok. És abba az irányba is lehet látni a Balatont, tehát arra felé is lehet látni a Balatont. Konkrétan arra felé van ugye Balatonalmádi, tehát arra felé van Balatonalmádi, tehát Balatonalmádi az konkrétan arra felé van, és én ott látom a Balatont is, hogy ott a Völgyönhatát nézek, látom a Balatont is. Mondjuk ti ezt nyilván nem láthassátok, hisz ugye széles látószög, na meg ugye a levegő is eléggé párás, ahogy látható ezen a felvételen, de így néz ki maga a táj. Hát szerintem tavasszal ide visszajövök mindenképp, és akkor újra megmutatom néktek innen a kilátást, amikor valamivel jóval tisztább idő lesz, tehát tavasszal szerintem én ide vissza fogok jönni, és akkor jobban megmutatom néktek ezt a tájat, ami itt látható, mert most azért ugye eléggé korlátozva vannak a úgymond a látási viszonyok, ugye a pára véget, hogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor így néz ki a környezet, íme. És akkor valójában nagyjából ennyi is lett volna ez a videó.
hiszen valójában csak a Veszprém-Fajszi Kálváriát akartam néktek megmutatni ebben a videóban, amit valójában teljesítettem is. Tehát nagyjából ez a videó ez ennyi is lett volna. És akkor kicsit visszatekintünk, visszamegyünk a Kálváriához, lányok és fiúk, és akkor lassacskán lezárom ezt a videót, és egyelőre meg fogom köszönni a megtisztelő figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben a újabb kis videóban is. Hát igaz, ez most nem valami hosszú és extra videó lett, de amit meg akartam mutatni, az nem volt más, mint maga a Veszprém-Fajszi Kálvária. És akkor így néz ki ugye a környezet. Ugye itt van ez a kiszögeléspont, tehát itt van ez a kiszögeléspont, vagy hívhassunk ezt ugye a domnak a csúcsát jelző kőnek is, amit 1962-ben tettek ide, tehát ezt 1962-ben rakták ide, és amúgy ez egy kiszögelési pont, tehát ez itt egy kiszögelési pont, illetve ennek a domnak a csúcsát jelző csúcskő is tulajdonképpen, ami itt látható ezen a felvételen. És akkor egy kis körültekintés, íme, így néz ki a környezet. Ugye abba az irányba, ha elindulnánk, arra felé van az 5-sáv túraútvonal, egészen Nemesvámosig, és ha elnézünk arra felé, tehát abba az irányba, arra felé van Balatonfüred, tehát arra felé van Balatonfüred, sőt én a Tihanyi félszigetnek a úgymond a csúcshegyét is látom innen, tehát a Tihanyi félszigetnek a csúcshegyét is látom, ami ugye Tihanynak a legmagasabb pontja, ugye csütörtökön jártam Tihanyban, nézzétek meg a csütörtökön készült videókat is, köszönöm szépen, és innen látható amúgy Tihany is részben, konkrétan ott van arrafelé, tehát arrafelé van Tihany. Én konkrétan látom is a csúcshegyet, ami ugye Tihanynak a legmagasabb pontja, illetve ott van Balatonfüred. Én látom a Tamás hegyet is, tehát ott van arrafelé van Balatonfüred, és én látom innen a Tamás hegyet is, és annak a tetején pedig a Jókai kilátót, de ezt ti nem láthassátok, ugye a széles látószög véget, meg a párás levegő véget. És egy kicsit tovább fordulok, ugye arrafelé van Csopak, tehát abban az irányba van Csopak, tehát arrafelé van Csopak, és ha még tovább fordulok, akkor ugye arrafelé van Alsóőrs, Felsőőrs, illetve Balatonalmádi, az meg arrafelé van. És akkor lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb videóban is, és ez pedig itt ugye egy kiszögelési pont, ahogy láthassátok ezen a felvételen, vagy éppen egy csúcs, vagy ennek a domnak a csúcsát jelző kő, tehát ezt lehet kiszögelési pontnak is mondani konkrétan, meg ennek a domnak a csúcsát jelző kőnek is lehet ezt mondani, tehát csúcsjelzőkő, tehát ez a domnak a legmagasabb pontja, meg lehet mondani ezt ugye egy kiszögelési pontnak is, konkrétan, ami így néz ki. És akkor visszamegyünk a Kálvária felé, tehát visszamegyek a Kálvária felé, és lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor egy kicsit visszajövünk. Amúgy már fél órája megy ez a videó, ahhoz képest elég hosszú lett, mert nem terveztem én ezt fél órásra. A szézai elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy szézajosak vagyunk. És akkor szerintem vissza lemegyek inkább a domb aljára, és akkor ott fogom lezárni ezt a videót, mert itt fönt nagyon szeles az idő. És akkor egy kis visszatekintés. Tehát tekintsünk vissza egy kicsit. Ugye ez itt a
Veszprém fajszikálvárja, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát ez itt a Veszprém fajszikálvárja íme, ami így néz ki. Tehát így néz ki a Veszprém fajszikálvárja íme. És akkor egy kis körültekintés, ugye arra felé van Balatonfüred, ahogy már mondottam az előzőjekben, és akkor szépen vissza lemegyünk a domb aljába, és szerintem inkább ott zárom le ezt a videót, mert itt fönn nagyon nagy a szélzaj, de nagyon szélzaj van itt fent, mert tényleg baromi nagy itt a szélzaj, és akkor ugye így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor itt van a Veszprém fajszikálvárja, ami így néz ki, íme. Tehát így néz ki a Veszprém fajszikálvárja, íme. És akkor vissza lemegyek a domb aljába, és ott fogom végül is lezárni ezt a videót. Tartsatok velem! És akkor szépen vissza lemegyek, ugye a dombnak az aljába, és ott szépen lezárom ezt a videót, és egyelőre meg fogom majd köszönni a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor itt szépen vissza leereszkedek, szépen a Kálvárián. Itt szépen vissza le fogok ereszkedni. És akkor lent a domb alján le fogom zárni ezt a videót, és meg fogom köszönni a megtisztelő figyelmeteket. A szélzai elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy szélzajosak vagyunk, marhára, baromira mondhatni. Próbálok hangosabban kiabálni, de a szeret az az igazság, hogy nem fogom tudni túl kiabálni. És akkor szépen haladok lefelé, ahogy látható ezen a felvételen. Itt a Veszprém fajszi Kálváriánál. Hú, gyerekek, amúgy baromi hideg szél fúj, mert tényleg baromi hideg szél fúj. És szerintem a mai napra csak ez az egy videóm lesz, szerény véleményem szerint. Akkor szépen le is ereszkedünk. Szépen leereszkedek itt a dombról, ami egyébként a Veszprém fajszi Kálvária domb, ahogy látható ezen a felvételen. Hú, gyerekek, lefagyott a kezem konkrétan. Jó hideg szél fúj, nem mellesleg. Hát még december van, tehát ezzel nem kéne meglepődnöm, hogy hideg a szél. Hát meg konkrétan december van, tehát nem kéne ezen annyira meglepődnöm. Konkrétan december 10-e van, ahogy láthassátok a felvételen. Ugye ott van a pontos idő és dátum folyamatosan a kijelző aljában. Tehát ott van a pontos idő és dátum, konkrétan folyamatosan, hogy mikor készült ez a újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó, amit ezúttal itt rögzítettem Veszprém fajszon, a Kálváriánál. És akkor le is jöttünk vissza, ide a domb aljába. Hát talán itt már annyira nem fúj a szél, mint fönt a dombon, mert azért fönt a dombon baromira fújt a szél, és konkrétan lefagyott a kezem, mert tényleg lefagyott a kezem konkrétan, mert annyira fújott fönn a szél, és akkor valójából ennyi lett volna a Veszprém fajszi Kálváriának a úgymond bemutatása ebben a videóban. Hát mondjuk ez így is már több mint fél óra, hogy lányok és fiúk, akkor vissza le is jöttünk ide a domb aljába. És akkor egy kis visszatekintés,
Ugye itt vagyunk Veszprémfajszon, ugye az ott Veszprémfajsz, az ott ugye a polgármesteri hivatal, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. És ez pedig itt a Veszprémfajszi Kálvária, amit megmutattam néktek ebben a újabb videóban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a újabb videót is. Tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban. Ebben a videóban azt láthattátok, hogy tulajdonképpen megmutattam néktek, hogy hogy néz ki a Veszprémfajszi Kálvária. Tehát ezt láthattátok ebben a videóban. Tehát ebben a videóban konkrétan a Veszprémfajszi Kálváriát mutattam meg néktek, és ez a videó valójából csak erről szólt volna, semmi másról, mint hogy megmutattam néktek, hogy hogy néz ki a Veszprémfajszi Kálvária. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Veszprémfajszról, a Kálváriáról. Sziasztok!